Több mint 300 millió olyan keresztényér a Földön, akit a vallása miatt üldöznek. A magyar kormány szerint ez emberi jogi válság, amire jobban oda kellene figyelnie a világnak. Erről is beszélt a Hungary Health Program megvalósításáért felelős a múlt héten Washingtonban, ahol először rendezték meg a Nemzetközi Vallásszabadság csúcs találkozót. A stúdióban pedig köszöntöm is Ázbej Trisztánt, a miniszterelnökség államtitkárát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, ahogy az előbb is említettem, én a napokban ezen a csúcs találkozón vett részt Washingtonban, de mielőtt az ott történtekről beszélnénk, azért mesélj el nekünk, hogy a találkozó résztvevői mit szóltak a magyar gyermekvédelmi törvényhez. Gondolom azért csak szóba került ez is. Igen, az amerikai látogatásom során nem csak a vallásszabadság kerekasztalon szólaltam föl, hanem civil szervezetek, politikai képviselőkkel találkoztam, illetve a médiumok is érdeklődtek, nem csak a Magyarországnak az üldözött keresztényeket segítő, programja iránt, hanem a gyermekvédelmi törvények kapcsolatban kaptam kérdéseket, interjú felkéréseket. Jellemzően a jobb oldalhoz sorolható médiumok kerestek meg ilyen felkéréssel, illetve kérdésekkel. Láthatóan őket érdekli az igazság. A bal oldalhoz, a liberális oldalhoz tartozó médiumok nem adtak teret annak, hogy kifejtsem a, a magyar álláspontot, illetve csak arról, valójában miről szól a gyermekvédelmi törvény. A, a newsmax ami jelenleg Amerikának a vezető jobboldali adója egy élő interjút szent ennek a, a kérdéskörnek, és megértették azt, amit mindenki megért, aki el is olvasta a törvényt, nem csak azzal foglalkozik, hogy egy fake news kampányjal jár, jár le Magyarországot, hogy ez a törvény. Senki ellen nem szól, nem korlátozza a meleg embereknek semmilyen jogát, nem diszkriminálja őket. Egyetlen egy dologról szól, és ebben az tekintetben radikális törvényről szól. A, van, van szó a gyerekeket védi radikális módon. Eddig már 250 ezer embernek segített a Hungary Helps program világszerte, ugye üldözött keresztényekről beszélünk. Mennyire ismerték el, és mennyire ismerik ezt a világra szoró tevékenységet? Mennyit beszéltek erről a találkozón, illetve ugye említette, hogy Amerikában sokakkal beszélt, ott mennyire voltak tisztában ezzel a tényel? Hát sajnos nagyon szűk az a kör, amelyik ismeri a keresztény üldözésnek a, a, tényét, vagy legalább elismeri a keresztény üldözés jelenségét. És ez azért sajnálatos, mert korunk legnagyobb emberi jogi válságáról van szó. A világon 340 millió embert üldöznek, diszkriminálnak a keresztény hite miatt. Ez a vallási lelkiismereti üldözötteknek a 80 a Tehát a világon vallási lelkiismereti meggyőződés miatt minden öt üldözött emberből négy keresztény, és mégse ezzel van tele például az ENSZ-nek a, a napirendje, az ENSZ jogi tanácsának a, a napirendje. El kell mennünk az ilyen konferenciákra, és fel kell szólalunk. És az a közösség, az a közönség, akiket érdekelnek a keresztényeknek a, a sorsa. A 340 millió ártatlanul szemvedő kereszténynek az élete, az szinte már ünnepli a mi erőfeszítéseinket. Mi nem ünneplésre vágyunk, hanem arra, hogy minél többen kövessék a, a mi példánkat. Nagyon sok olyan civil szervezet van, karitatív szervezet van ebben a körben, amelyik példaként tekint ránk, és Magyarországgal együttműködéssel szeretne programokat indítani, azoknak a kormányzatoknak a száma, amelyik csatlakozik ezekhez az erőfeszítésekhez, amelyek csatlakoznak ezekhez az erőfeszítésekhez nagyon lassan emelkedik sajnálatos módon. Nagyon sok négy éves diplomáciai munkánk van azon a, a, abban abba fektetve, hogy most már azért egy 12 kormányzatból álló nemzetközi szövetséget alakítottunk ki az üldözött keresztények védelme mentén. És hát abból valamit az USA-ban járt akkor, hogy azért megváltozott a politikai klíma az elmúlt több mint fél évben? Hogy esetleg azok az ügyek, amelyek az előző amerikai vezetésnek fontosak voltak, azt most felcserélték már. Ügyekre, vagy ezen a találkozón valóban inkább csak olyan jobb jobboldali szervezetek és emberek voltak jelen, akik ezt a klímát megtartották, ami korábban volt. A Hangy Health fogamnak, illetve az államtitkárságnak a legnagyobb diplomáciai sikere az volt, hogy kivívta a tevékenységünk Trump előző amerikai elnök elismerését, valamint konkrét üldözött keresztényeket, támogató projekteket indítottunk közösen az Egyesült Államokkal Irakban. A mostani kormányzati találkozóimnak az is volt a célja, hogy felmérjük azt, hogy az új prioritások mentén van-e lehetőség a folytatása és Igen, valóban a, a nemzetközi támogatás politikai prioritások azok átrendeződtek, például az úgynevezett lecsúszó demokrácia demokráciákat szeretnék megmenteni a nemzetközi segélyezés eszközeivel, ami finoman is kérdéseket vet föl, főleg az, hogy hogyan határozzák meg ezeket a úgynevezett lecsúszó demokráciákat, illetve és még egyszer próbáljanak követni, meg kicsikét kacifántos, meg talán első furcsa lesz a nemzetközi humanitárius segélyezés politika eszközeivel, az LMBTQ jogokat szeretnék erősíteni a fejlődő világban. Mindezek mellett, amik alapvetően ideológiai különbözőség, különbözőségek, egy optimizmus ad okot, hogy a vallásszabadság témája azért az a prioritások között marad, marad, de azért jelentősen ezekhez az előbb említettekhez képes lejjebb került. Én abban bízom, hogy az amerikai kormányzattal annak a szellemében, hogy ez egy jó ügy, egy fontos ügy, egy emberi jogi válságot érintő ügy tudjuk folytatni ha az együttműködést. Az Bétrisztának köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.